A Sikerszféra együttműködő partnere a Mercedes-Benz Hovány. Partnerünk az Abszolút Live sportitalok forgalmazója, az Airwater Kft. Mi lenne, ha megtudná a titkát? Van egyáltalán receptje? A siker az, amit én annak érzek. Sikeres pedig az, aki este lefekszik és reggel fel kell. De a siker az nem elég idézeteket olvasni. Hisz a világ a példáktól fog változni, nem a véleményektől. Központi témánk a siker. Uh-huh. Ez mit jelent valójában szerinted ez a fogalom? Hát általánosságban szerintem azt jelenti, hogy elismerik azt, amit teszel, vagy esetleg olyan tevékenységed van, ami másoknak örömet okoz, és ezt értékelik. Virág Judit műkereskedő művészettörténész. Férjével Törő Istvánnal a Falk Miksa utcában nyitotta meg élete első galériáját. Később létrehozták a Virág Judit galériát és aukciósházat. Az egyik legbefolyásosabb nő a magyar kulturális életben, és ő volt az első női árverező Magyarországon. Nincs egy fekete harisnya, pót harisnya valakinél? Itt fiókok. Nem, hagyj Judit. Jól kezdődik a forgatás. Kapok. Nem. Na, szóval hagyjuk a harisnyát. Ilyenkor a kollégák mindent rögzítenek. Tehát hogy most ez is az adásba kerül, hogy éppen harisnyáért szaladgálunk. És bizonyára meg... Ja, már megy a felvétel? Igen. Ezt nem mond. És ez ilyen történet, igen, hogy így kezdődik, hogy akkor a felfutott harisnyámat gyorsan, akkor hogyan próbáljuk, és mindenki rajtunk röhög. Na, hagyjatok békén! Na, most akkor most kezdődik, nem? Ez nem volt még fölvéve. De, hidd el, hogy fel van, és hidd el, hogy benne lesz az adásban. Mikor tanultál meg egyébként a kamera előtt szerepelni? Vagy ezt az élet hozta abból kifolyólag, hogy ugye árveréseket vezettél, és ott a nyilvánosság elé álltál, és akkor már volt egy ilyen kameraérzékenységen? Hát én 1988-ban vezettem az első árverést, és kisebb gondom is nagyobb volt annál, mint hogy kell a kamerába nézni. Nem is vettek akkor egyébként föl, nem filmezték az árveréseket. Uh-huh. Viszont arra emlékszem, hogy amikor én az árveréseimmel egy kicsit ismertebbé lettem, az a Kádár János hagyatéki árverés volt, mert akkor két napon keresztül árvereztem reggeltől estig. Igen. Az Iparművészeti Múzeumban volt, és akkor a sajtó nagyon elkezdett érdeklődni az árverezés, mint munka iránt. Igen. Tehát az volt az első nyilvános szereplésem. De neked ennyi idő után is van a szorongásaid egyébként, például akkor, amikor kimész egy ilyen aukcióra? Hát a szorongás az egy enyhe kifejezés arra, hogy az ember mit érez, amikor árverés előtt áll. Tehát az a leggyilkosabb félelem, amit én ilyenkor érzek. Mert ugye, hát mi erre készülünk akkor már hónapok óta, igen, és a mi munkánk, ami sokkal bonyolultabb és összetettebb és nehezebb, mint azt az átlagos ember gondolná, ebben a két órában dől el, hogy az a munka, amit mi eddig végeztünk, az egész csapattal, uh-huh, az milyen volt, hogy sikerült. Mennyi el vagy bukik rajtad? Egy árverés vezetőn elég sok minden áll és bukik, ugyanis az ő kezében van az egész eseménynek a kulcsa. Milyen képesség kell ahhoz, hogy egy emberből kihozzál még egy magasabb összeget? Tehát amikor úgy figyelsz rá, és látod, hogy vacilál, mi kell oda? Milyen szuggesztió kell oda, hogy ő feltegye? Mert végül azt hiszem, hogy nem ezen, múlik a dolog. Azon múlik, hogy hisz neked. Oh. Tehát hiteles szakember vezeti-e az árverést, és hogyha te egy hiteles ember vagy, és ott ül a licitáló, a gyűjtő, a nem tudom én hányadik sorban, uh-huh, és látom rajta, hogy gondolkodik, és én küldök egy megerősítést felé, mert én tudom, hogy ő mit gyűjt, tudom, hogy mi hiányzik a gyűjteményéből, tudom, hogy erre vágyik, és ha én küldök egy megerősítő mosolyt, vagy egy biccentést, hogy ezt még megéri, ő nekem ezt el fogja hinni. Az, amit mondtál, hogy egy fejbiccentés, egy mosoly elég, ez hány év? Hány év hitelesség a szakmában? Hát azért én ugye 1988 óta csinálom ezt, tehát idestova 32 éve, és hát itt egy egész galériának a csapat munkájáról van szó, és hogyha a galéria hiteles
és biztonságosan dolgozik, akkor megvan a hitele. Akkor ide bejöttünk, és a kollégáim körbenéztek, akkor így ránézett a kollégám a festményre, és hogy itt egy riprónai, ott egy szobán, figyelj, ez biztos? Ott egy munkács, ott egy munkács, ez most komoly, tehát hogy ez így van. Ez a legkomolyabb. És mondtam neki, hogy figyelj, ez nagyon komoly. Pedig még most Csontvári nincs is a falon. És Csontvári nincs is a falon. Amikor aukcióra készülünk, akkor ilyesmi képekből állítjuk össze az aukciót. Decemberben volt utoljára aukciótok? Decemberben volt utoljára aukciónk, igen. És akkor mikor lesz a következő? Már májusban lesz a következő. És ilyenkor már készültök? Persze, akkor abszolút készülünk. Hogyne. Bizonyára emlékezetes volt ez a pillanat, hogy amikor egy nagy festő nagy képe felkerült elsőként a te galériád falára? 88-93-ig én két magángalériában dolgoztam, és gyakorlatilag készültem az elkövetkező időszakra, hanem is tudatosan, de eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy megvan az az ismeretanyagom, a tudásanyagom talán még nem, de az információ tömeg, ami ehhez kell, hogy elinduljak, és én 93-ban lettem önálló. Hogy mi volt az első olyan kép? Hát erre nem emlékszem, képzeld el. Nem emlékszem. Gyakorlatilag ugyanezzel foglalkoztam, tehát 19.-20. századi magyar festészettel és zsolnai kerámiákkal kezdtem akkor. De az csak nagyon átmeneti időszak volt, mert a zsolnai kerámiának a gyűjtője és a nagyon jó szakértője az én férjem, a Törő István, tehát ez az ő területe. A túloldalon volt egy kis galériánk, egy 40 négyzetméteres galéria, onnan indultunk. Csak integetek, hogy jöjjenek be nyugodtan. A grafikusaink érkeztek egyébként akik az összes katalógusunkat csinálják, és az összes kiadványunkat csinálják. Nem mertek bejönni a kamerától. Igen, bocsánat, félbe szakította. Szóval, hogy... Nem is tudtad, hogy honnan, vagy hogy tudtatok. Nyugodtan menjetek, Anna. Menjetek, ez egy ilyen forgatás. Nem kell megállni, nyugodtan. Itt volt először az a helyzet és adottság, hogy tényleg úgy tudtunk kiállítást rendezni, ahogy én azt akkor egykor elképzeltem. Megálmodtam. A 90-es években, amikor New Yorkba elég sokat jártam árveréseket nézni, meg autós kiállításokat nézni, amikor arról álmodoztam, hogy ha nekem egyszer lehetne egy nagy galérián vagy egy aukciós házam, akkor ott hogy szerepelnének a tárgyak, a képek, és ez a helység, ez lehetővé tette. Mindenre kell figyelni, mindenből a maximumot kihozni. Magadból is mindig? Hát biztos igyekszem, igen. Mi iránt egyébként? Hát, hogy amit csinálunk, amit képviselünk, az tényleg fedhetetlen legyen minden szempontból. Ez a legfontosabb ismérve szerinted akkor egy galériának, egy galériásnak, egy árverezőnek a fedhetetlenség? Hát én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog. Hát nyilván a szaktudás, a szakértelem, aminek van ugye egy lexikális része, ami megtanulható, de van egy terepmunka része, ami nem megtanulható. Tehát a terepmunkát az csak egy galériában lehet. Kicsit sétafikáljunk már erre, hogy nem mindig ugyanaz legyen. A lámpát itt végig fogod tartani majd? Nem. Ez egy nagyon szép cóbel, ez egy nagyon szép koszta, nagyon szép márfi, szóval ezek jó képek. Na, akkor maradjunk itt. Csak azért mindig legyen ilyen átkötő. Igen. Ez egy 100 éves kép, ez a Cóbel Béla. Sok évtizedes képek vannak itt. Én is egy kicsit ilyen control freak vagyok, de nagyon igyekszem. De másnak a feladatába és szakértelmébe azért nem szólok hozzá, tehát kiváló restaurátoraink vannak, ugye külön restaurátor van, aki az olajképeket csinálja, külön aki a papírképeket csinálja, más szakma. A mi fejlődésünk inkább abban van, és abban látjuk az utat, hogy lehetne ezt, amit csinálunk, még jobban, egy picit másképp, egy másik kiállítással alátámasztva, egy újabb kiadványon megtámogatva, megkeresni olyan életműveket, amik talán még nem ismertek, tehát kutatni ezen a területen, amihez mi értünk. Ebben látjuk a jövőt és a fejlődést. Pont a mostani aukciónkon volt egy olyan Vasari János Dunaparti korzót ábrázoló kép, ami egyébként 140 millió forintért kelt el a téli aukciónkon, az egy nagyon őrületesen nagy ár egy Vasarihoz képest is, életműrekordról beszélünk. És akkor ennek a képnek az összes adatát megkeresni,
az adattárakban utána nézni, régi kiállítási katalógusokban kikeresni, hogy mit lehet még tudni a képről, mert egyébként egy ismert kép volt, egy reprodukált, egy közismert, több helyen kiállított kép volt, de ennek ellenére azért találtam még valamit, amit eddig senki nem tudott. Mi? Hát ezek ilyen apró örömök. Hát, hogy például eddig azt gondolták, hogy 934-ben festette, de én megtaláltam, hogy 933-ban, mert egy olyan kiállítási datát találtam hozzá, amit eddig más nem. Saját fejlesztés ez a csésze egyébként. Mármint a design? A design, igen. Akkor most mit csinálunk? Most meghívtál egy teára, úgyhogy én várom, hogy kapjak egy teát. Jó. Akkor meg várom, hogy visszajön a hangod. Hát gyakorlatilag ilyen még nem volt, hogy ennyire elment a hangom, de ez most így... Hát ez van, na. Jó, akkor csináljunk egy van tehát. Egy vendégünk is. Van egy kutya vendégünk. Fanni, ugye? Fáni, csak így egyszerűen Fáni. Bocsánat, ez Fáni. Nem egy gróf kisasszony. Jó, ja. És őt fogadtátok örökbe? Örökbe fogadtuk, igen, pont egy éve. És figyelj, milyen kamera érzékeny. Na, hol a kamera? Azaz. Hát ezeken a tejás csészéken Kornis Dezsőnek egy képe van átfogalmazva. Grafikusaink csinálták meg a dizájnt, és mindegyik csészére más színbe rakták fel a motívumokat, és ezek a csészék abszolút passzolnak egymáshoz, tehát a fekete-pirossal. Akkor egy leülés, és már. Neked megvan a teád? Nekem megvan a teám, itt van. Én már reggel óta iszom, hogy legyen valami hangom. Az jó, hogy egy darabig ide ülünk, és akkor utána pedig becsücsülünk. Jó. Amikor elindultál, és elkezdtél az ecseri piacon kutakodni lámpával, ugye? Tehát, hogy akkor hát 25 éve volt kb. 25 igen. Éve? Hát ma már nem érdemes az ecseri piacra járni. Mert annyira nem találni semmit. Hát biztos, hogy mindenféle régiséget lehet vásárolni, de igazán jó képeket, amiket 20-25-30 évvel ezelőtt lehetett, azt ma már nem lehet találni. Milyen volt a őskorszak akkor? Tehát az ember fölkelt reggel 5-kor, szombatonként, és kimentem az ecserire elemlámpával. Pillanatokon belül kellett mindig döntést hozni, mert ha én nem vettem meg, akkor jött a következő kereskedő vagy érdeklődő, aki lecsapott az árura. Amikor én elkezdtem dolgozni és önállósítottam magam, akkor hirdetéseket adtam fel, hogy ilyen és ilyen minőségi festményeket vásárolnék. Nem voltak még mobiltelefonok, és viszont kamaszlányaim voltak. És emlékszem, hogy azokon a napokon, amikor a hirdetéseket megjelentettem a különféle újságokban, akkor nagyon berzenkedtek a nagylányok, hogy nem lehet órákon át telefonálni, hiszen akkor foglalt volt a vonal. Igen, tehát azok telefontilalmi napok voltak, amikor jelentkeztek a különféle eladók és gyűjtők, hogy mit szeretnének értékesíteni. Uh-huh. És akkor utána történt a címrejárás, az úgynevezett címrejárás, ami azt jelentette, hogy megmondták, hogy mi van eladó, hova kell menni. Mit tudom én, Rottenbiller utca 4, Knézics utca akármennyi. Tehát jártam a címekre, és a helyszínen kellett vásárolni. Készpénzért természetesen. De hát ez a 90-es évek eleje. Azért nem mindig voltak ezek nagyon kiemelkedően jó környezetben ezek a festmények. Tehát... Főleg az, amit megtaláltál a... Látom, olvastál, készültél. Igen. Akkor még a műgyűjtő galériájánál dolgoztam, tehát a galéria nevében mentem ki a képet megnézni, mentem ki a címre. Emlékszem, hogy Zuglóba volt, egy nagyon-nagyon ütött-kopott lakásban és házban, és gyakorlatilag a falon semmilyen olyan kép nem volt, ami számunkra használható volt. Akkor már rendeztünk árveréseket. Uh-huh. És végső elkeseredésemben, miután már megint körülnéztem, és még mindig semmit nem találtam, gondoltam, fölnéztem a plafonra, és ott láttam meg ezt a képet, amit gyakorlatilag azért szögeltek oda, mert a vakulat már éppen hullott. Tehát ez egy ilyen vakulattartó kép volt. És ez Vörös Gézának a festménye volt, és hát mondtam az elképet tulajdonosoknak, hogy
azt szeretném. És arra emlékszem, hogy 24 vagy 28 ezer forintról indult, és valami 260 ezerért adtuk el. Tehát ez egy nagyon nagy pénz volt 1988-89 környékén. Uh-huh. Azt megkérdeztem, hogy akkor mennyi pénzt kerestél? Mert hogy akkor valakinek dolgoztál. Hát akkor már biztos elgondolkodik az ember, igen, hogy valakinek tolja a szekerét, kicsit tudom, jobb lenne most már más saját akkor magamnak. Akkor éppen azt hiszem, hogy 7400 forintot kerestem, ami egy őrült nagy előrelépés volt a múzeumi fizetéshez képest, mert még arra is emlékszem, hogy a múzeumban 88-ban ilyen 5200-5300 forintot kerestem. Önállósodtam, és hát nyilván sokkal jobban kerestem, mint amikor havi fix fizetésem volt. De nagyobb volt a kockázat, és nagyobb volt a rizikó, nagy volt a bizonytalanság, mert hát nem lehetett tudni, hogy ez menni fog-e nekem, vagy nem. Uh-huh. De arra gondoltam, hogy mivel minden árverést én vezetek, ami azért egy elég stabil jövedelem volt. Igen. Mert nagyon sok árverés volt, erről már beszéltünk is, hogy igen, a 90-es évek elején, hát én nem is tudom összeszámolni, hogy hány árverezőház volt Budapesten és vidéken, és én vidékre is jártam árverezni. Azt gondoltam, hogy végül is ebből meg lehet élni, a többi meg a ráadás. És aztán persze nagyot fordult a kocka, mert nagyon jó dolgokat sikerült vásárolnom. Gondolkodtál már azon, hogy hogyan szeretnél eljutni? Mert bizonyára a cél, hogy hogyan szeretnél eljutni az emberekhez művészettörténészként, és hogy a munkáddal hogyan tudsz eljutni az emberekhez, a hétköznapi emberekhez? Annyi mindent mondanak manapság, hogy mennyire nem érdekli az embereket a kultúra. Én ezt abszolút cáfolom, mert őrült nagy igény van rá. Miért szerinted? Hát én nyilván arra gondolok, hogy mert a kiállítás, ami nálunk van, az nagyon vonzó és jó, meg azért, mert szép, meg nyugalom van, meg béke van, meg gyakorlatilag hát ingyen megtekinthetőek, és nem csak a tárlatok, hanem a tárlatvezetések is, az előadások is, és ezeket azért nagyon szeretik. Open your eyes, what can you see around? Wind of the open sky, over the siren sound. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Ő viszi azért a prímet, nem? Nem. Bizonyos területeken, igen. A bizonyos területeken meg nagyon nem. Ez mi ez a bizonyos terület, ami nagyon nem? Hát a Judit jeleníti meg a cég. A Judit maga a cég. Maga a jelenség, a fenomén, én pedig a Unterman, aki az egészet irányítja, most szervezi, döntéseket hoz, stratégiát épít, jogkönyvelés, tehát minden, ami a hátország. Tehát a lényeg. Cég hosszú távú működését biztosítja, de én nem. Szóval nekem kéne lejátszani a darabot, az nagyon, vagy elénekelni, vagy elszavarni, az nagyon furcsa hangzana. Amikor mi ezt elkezdtük, akkor a Judit már meghatározó szereplője volt a piacnak, egy primadonna volt. Jaj. Úgyhogy, hát abszolút, hát, hát a, igen, akkor én már 5-6-7 cégnek az összes magyar árverést ő vezette, ha valakit megkérdeztek, hogy ki a legismertebb személy a műtárpiacon, biztos, hogy Juditot mondta. Tehát ez a felállás az adva volt. Erre épült a cég, azt nem tudtuk, hogy én egy megfelelő menedzser háttér leszek-e vagy nem, az volt a kérdés, de hát ezek szerint, ha itt tartunk és igaz, minden, amit rólunk mondanak, akkor jó menedzser voltam. Én minden vagyok, csak nem üzletasszony és menedzser, és az István meg egy olyan pozícióból jött, ahol már több nagyon sikeres vállalkozást, mint menedzser véghez vitt. Van benne egy nagyon nagy adag kockázatvállalás, ami például bennem nincs, és ehhez a szakmához nagyon kell. Merészség, bátorság, ambíció, teljesítmény, hát nem mondanám, hogy kényszer, de mégiscsak mondom, teljesítménykényszer, győzni akarás, élvonalban lenni akarás, enélkül ez nem megy. És ő mi akkor? Én gyakorlatilag végrehajtom azt, amit... Végrehajtjuk azt, amit ketten kitalálunk, vagy amit az István kitalált. Amikor most olvastam a Judittal kapcsolatos cikkeket, akkor a sikerének a titkát egyébként a te személyedben jelölte meg. Hát ezt én sem mondhatnám, tehát az én sikerem titka a Judit. Min kellett keresztül menjetek ahhoz, hogy idáig eljussatok? Mert hogy
Igazából akkor vágtál bele ebbe az egész történetbe, amikor ez a piac alakulóban volt, ez a szocializmusban nagyon műkereskedelem, hát kimondott, nem volt nagyon. Nem. Tehát, hogy egy jó időbe szálltál be ebbe az egész történetbe, de hogy valami kellett azért biztos, hogy idáig eljusson az ember. Hát, amikor én ezt elkezdtem, az egész piac akkor alakult. Tehát az volt a fantasztikus, és az azért nagyon nagy szerencsém és előnyöm sok másokkal szemben, hogy én tényleg ott voltam a kezdetnél, amikor ez az egész kibontakozott, amikor létre lehetett hozni, amikor meg lehetett hozni a szabályokat, a know-how-t, hogy hogyan működjön. Nem is annyira a piac, de az árverezés mindenképpen. De a nagy lépték és a nagy ugrás az akkor volt, amikor mi megismerkedtünk az Istvánnal, mert az, hogy ebből a cégből ez lett ami, ahhoz viszont az kellett, hogy ő fölismerje azt a rést, ahova nagyon is erősen be tudtuk tenni a lábunkat. Mi volt ez a rés? Ez az exkluzív árverés volt, amit alapvetően Judit talált ki, és ő épített föl, vagy annak a részleteit ő építette föl, és az a fajta piaci megosztás, ami egyébként az európai és amerikai műtárpiacot jellemzi, hogy van egy alsó réteg, a kisvárosok aukciós házai, van egy közép réteg, a viszonylag jegyzett, mondjuk Németországban 15 ilyen ház, és van a rendszer csúcsa, a Sotheby's, a Christie's, Közép-Európában a Dorotheum, ami az igazi exkluzivitást, a különlegességet jelenti, és ahova az igazán jó képek fókuszálódnak, és ezek nem a középpiacon kerülnek eladásra. És mi ezt céloztuk meg, hogy akkor ezt a szintet, minőséget a katalógusban, az aukció körülményeiben, a kiállítás körülményeiben, az ügyfelek kezelésében, tehát hogy egy egész más minőséggel jelenjünk meg a piacon. És amit mi kitaláltunk, az 3-5 éven belül egy standard lett a piacon. Megjelentek a művészettörténészek, a szakértők, az elemzések a képekről, a képeknek a kutatása, tehát ez egy olyan biztonságot adott a gyűjtőknek. Tehát a gyűjtő, aki ugyanúgy egy felépülő stádió, a gyűjtés felépülő stádióban a személyek se voltak olyan szinten képzettek. A kongresszusi központban volt az első aukciónk, tehát egy 1000 fős teremben egy nagy reklámkampány előzte meg. Rögtön egy abszolút aukciós rekordot értünk el. Tehát ott az első aukciónkon az egyik kép a legdrágább magyar festmény lett. Tehát innentől kezdve a mi névjegyünk ott volt az asztalon. Ez egy Ripple-Rónai volt, és 21 millióról van szó, 1980, 1970, micsoda? Dehogy is, 1998, október 5. 1998, aha, 21 millió tényleg. Igen, a Ripple-Rónai. És akkor azt láttuk, hogy 2000-2001-re minden katalógus úgy nézett ki, mint egy Virág Judit like. Megyünk utánad. Jó, menjek én előre? Jó, aha. Jó. Jó. Jé, itt annyi helység van. Ó, igen. Ez egyébként nem régóta van nekünk ez a iroda, és ez nagyon jó. Hány képetek van itt a falon, a fal környezetében, itt ott a mor? Engem ez inspirál, motivál, és szívesen foglalkozom ezzel. Én szívesen megyek el a szabadidőmben is termék kiállítást megnézni, vagy egy múzeumba, úgyhogy ez nekem még így egyáltalán nem. Egyelőre. Még. Hány éve vagy benne? Csak hát, ugye mi teljesen? Ami teljesen, most már 10. Szuper jó. Milyen teát kérsz? Gyümölcs, fekete, gyümölcs. Krott vagy bent. Itt tökéletes nekem. Akkor várlak téged. Amikor az édesanyádat láttad folyamatosan így az aukciókon, akkor mi volt ez, ami megfogott benne? Már egyébként a közegben, egyébként a munkában. Mi az, amiben szerelmes lettél? Meg gondolom, ez szerelem. Gyerekként nekem ez borzasztóan imponált. Oh. Tehát, hogy arra emlékszem egészen, nekem az egyik ilyen meghatározó élményem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy akkor még nagyon kicsi voltam, szerintem ilyen
8-9 éves, és Firenzébe voltunk, és a Uffizi Múzeumba mentünk el, és akkor odalépett anyukámhoz két művészettörténész hallgató, és akkor teljesen ismeretlenül, és akkor csak megkérdezték a véleményét valamiről, vagy hogy kicsit beszéljen nekik a képekről, és így emlékszem, hogy ez rám olyan nagyon nagy hatással volt, hogy akkor egy teljesen más fényben láttam meg az édesanyádat. Anyukámat, igen, hogy akkor, és hogy ez, tehát hogy erre a mai napig emlékszem, meg emlékszem arra, hogy így együtt készültünk fel az aukciókra, mert mint hogy nyilván csak mert ő úgy csinálja az aukciókat, meg most már én is úgy csinálom, hogy ilyen ragazgat. És akkor azt együtt ragazgattuk az Oroszlán király zenéjére, mert akkor az volt akkor éppen a kedvenc rajzfilmem, és tehát hogy ez egy ilyen közös élmény volt, a felkészülés is, az, hogy én oda mindig elmentem vele együtt, hogy ott voltam a backstage-ben, vagy a színpad mögött, tehát az egész egy otthonos és természetes közeg volt, és azért sokat is tanultam. Amikor itt elkezdtem itt dolgozni, akkor az volt az első, vagy az egyik ilyen saját kis önálló mondjuk területen vagy projektem, hogy elkezdtünk ilyen tárlatvezetéseket csinálni, amiket én csináltam a galériában, de mondjuk nem is egy nagy kiállításon, hanem csak egy aukciós kiállításon, mert én azt vettem észre saját ismerős, saját barátaimon, saját ismerettségi környezetemben, hogy ettől a galériáktól, vagy a művészettől félnek az emberek, mert azt hiszik, hogy itt nekik valamilyen fajta előképzettségre van szükségük ahhoz, hogy nekik tudniuk kell pontosan a stílusirányzatokat, igen, meg a művészettörténeti korszakokat, és anélkül ők hogyan is jöhetnének ide be, meg hogyan is nézhetnének meg egy kiállítást, egyáltalán nem erről van szó, tehát hogy ezt szeretni kell, meg élvezni kell, és egyébként én a magam részéről egyébként jobban tudok azonosulni egyébként egy olyan képpel, ahol mondjuk ismerem a festőt, engem közelebb tud hozni, és akkor ezt szerettem átadni. Én, hát bennem is azért van egyfajta exhibicionizmus, tehát ez kell ahhoz, ehhez a szakmához ugye? Kell. De szerintem neked egy teljesen más arcod jön ki akkor, ugye? Igen. Tehát nem ez a félszeg kislány van itt, ugye? Mondják, hogy igen, az van egy másik énem, azt ilyenkor ki tudom élni, de... Te is így magadat belülről akkor így turbózod? Én rettenem, nekem most volt az első olyan aukció, hát nem is az első volt már, de hát én olyan rosszul voltam előtte, nagyon-nagyon rossz volt, meg is voltam lepve, nem is értettem, de abban a pillanatban, ahogy oda ki kellett állni, meg ki kellett menni, ez mintha elfújták volna. Kicsit olyan érzés, mint amikor az ember így kamel elé áll. Tehát előtte rosszul vagy, hánysz, minden bajod van, te összementél, lefogytál, kikészültél, amikor bekapcsolódik a kamera, akkor pont tudod mi a dolgod. És akkor mosolyog, semmi baj, ugye? Tehát valami hasonlót kell elképzelni nálad is akkor. Igen, kicsit úgy érzem ilyenkor, mint egy nem is tudom, talán karmester, vagy egy ilyen tárjátékos. Igen, hogy akkor az én kezemben van, vagy a mi kezünkben van, tulajdonképpen ez a sok-sok kis szál, és akkor ezt most nekünk kell összefoglalni, meg összefésülni. Nyilván, tehát egy ilyen családban felnőni, ez egy nagyon-nagyon nagy kiváltság, de egy kihívás is. És de nagyon örülök annak, hogy végül én itt kötöttem ki. Tehát én örülök, hogy ez így, igen, ez így alakult, és erre volt lehetőségem, mert ugye van két másik nővérem, akik viszont teljesen más úton indultak el, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus örökség, és én nagyon remélem, hogy majd esetleg a kisfiam is ebbe az irányba. Folytatja. És akkor ez, mert ugye kiváltság is, de azért biztos van egy ilyen teher is, egy ilyen megfelelés az emberben. Persze. Arra nekem lelkileg felkészülni, hogy ott álljak anyukám mellett, aki egy legenda, és az egész szakmának ezt ő honosította meg Magyarországon, ezt ő vezette be, itt minden az ő nevéhez fűződik, és az, hogy nekem legyen merszem akkor oda mellé állni, és azt mondani magamról, és azt sugározni magamról, hogy igen, ezt én is meg tudom csinálni, ez egy nehéz feladat volt, és én ezért ehhez jártam is egyébként szakemberhez, hogy ebben segítsen erre felkészülni. Utólag azt látom, hogy így nagyon jól épültek ezek egymásra, szisztematikusan, lehetőséget adtak a tanulásra, abba, hogy beleszokjak, de mégse egyből
az egész teher szakadt a nyakamba, hanem így talán egy ilyen bársonyos átmenet volt. Na jó, ez ilyen szív megfogalmazott. Egy opcióban egyébként az is hihetetlenül izgalmas, hogy soha nem tudod, bár nyilván vannak prekoncepcióink, meg tervezünk előre, de hát ott bármi megtörténhet. És ezek az ilyen kis apróságok, amik egyszerivé megismételhetetlenné, és hihetetlenül izgalmassá tesznek egy aukciót. Most valóban volt a téli aukción, és az pont az én blokkom volt, mert most ugye fel szoktuk osztani, hogy egy Czóbelbéla a virágcsendélet grafika, ami pár százezer forintról indult, és végül 6 millió forintig licitáltak rá, 6 millió forint lett a leütési ára. Most a licit lépcsők azok kb. 10%-onként emelkednek, tehát ez egy hosszú perceken át tartók, két ember közötti hihetetlenül izgalmas. Hát igen, igen, hihetetlenül mert, izgalmas licit. Mert hogy itt akkor nem az értékről szólt. Nem, ugye? Nem. Mert nem. Szerintem ők is tudták akkor, igen, hogy nem mennyit ér. Igen. Hanem azt, hogy az legyen enyémezetet. Valószínűleg. És mit láttál a végén az arcám? Mindig vannak ilyen emberi, tehát itt emberi érzelmek is vannak, ezek nem csak ilyen puszta, nem mindig puszta racionális vagy gazdasági döntés, hanem egy aukción mindig ott vannak ezek az emberi tényezők. Ez teszi egyébként igazán kiszámíthatatlanná egy aukciónak a menetét. Azt nagyon szeretem. Azt a Kádár Béla képet, mert az volt az egyik ilyen első nagy fogásom, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen üzlet, igen, mert az a Las Vegasból, vagy nem, bocsánat, Amerikából hoztuk haza. Nem ez volt az a Kádár Béla, amit 120 volt a vég? 40-ről indult, és... Nem, ez, mert ez de egy nagyon hasonló, igen. Nagyon hasonló? Nagyon hasonló, nem ez, de nagyon hasonló. Ez még nem volt piacom. Az aukció még soha nem volt. És ez mi múlik, hogy megy a aukcióra? Hát a tulajdonoson, hogy el akarja adni, vagy nem. A tulajdon? Ti már szeretnétek nagyon akkor, ugye? Tényleg az ember így mennyit tud elidőzni, észrevettem magadon? Nagyon hogy sokat. Ez nagyjából kicsit, igen, olyan, mint a, tudod mi jutott eszembe, mint a mobiltelefon, amikor nem veszi észre az ember, hogy mennyi időt tölt napközben bele, nem? Hát így állsz, igen, és akkor így még akkor jó, visszajött, megnézed még egyszer, és akkor minden nap megnézed még egyszer. Kibert, hogyha levered azt a festményt, én esküszöm, akkor hát kapsz erre a gépre. Na jó, menjünk tovább, köszönjük szépen. Kicsit visszahúzottál, és a lányodnak adod át nagyjából a stafétát? Hát az a terv, hogy ő átvegye a munka dandárját, de hát a visszahúzódás az csak a január-február hónapra igaz, mert akkor azért a műkereskedelemben éppen holt szezon van. Uh-huh. Ami nem azt jelenti, hogy nem dolgozunk egyáltalán, mert ilyenkor már készülünk a következő aukcióra, a következő kiállításra, de ilyenkor megengedem magamnak, hogy azért nem minden nap vagyok a galériában, és azon egyre többet vállal át, tehát májustól például már ő fog árverezni. Wow, igen. Egyedül akkor. Egyedül, abszolút egyedül. Láttam. Igen, egyedül. Mi kell ahhoz, hogy valaki egyedül oda kiálljon? Mit tudsz neki mondani? Mert hogy szerintem pont az elég, amit így belőled lát, és így szippantottam én magába. Hát ő most már azért tizenvalahány éve ott áll mellettem, és az elmúlt évben közösen árvereztünk, tehát ilyen tandem árverés, igen, volt. Évek óta beszélünk erről, és mindig azt mondta, hogy még ne. De azt mondtam, hogy 5 év múlva is ugyanilyen nehéz lesz, úgyhogy végül is most úgy tűnik, hogy ez egy eldöntött tény. Tehát én nem árveredem többet. Igen? Igen. És ezt így kibírod mondani? Abszolút kibírom mondani, igen. El tudod engedni? Hát el, mert ráadásul nagyon jó kezekbe engedem el. Ugye a lányom fogja átvenni, és ő, komolyan mondom, hogy hibátlanul csinálja. Amikor hétköznapi emberekkel beszélgetsz, és nem feltétlenül gyűjtőkkel, akkor bizonyára megkérdezték tőled nagyon sokan, nagyon sokszor, hogy te figyelj, amikor így árvezel, akkor nem csodálkozol, hogy van, aki 200 millióért üt le egy képet? Tehát, hogy így, hogy mit gondolsz, hogy ezt miért csinálja, és hogy ez szerinted ez így jól van? Meghökkentő összeg, és valóban nekem szegezik gyakran a kérdés, hogy hát azért egy házat lehet venni. Igen, azért egy házat lehet venni. De hát, hogyha vannak olyan emberek, akik ezt megtehetik, és nyilván már mindenük megvan az életben, és szeretnék a pénzüket valahova máshova is befektetni, nem csak az ingatlanokba, vagy a tőzsdére, akkor a műtárgy az egy nagyon kiváló terep a befektetésekre. Nyilvánvalóan nem a befektetés az elsőrendű szempont, amikor valaki képeket vásárol, de nem egy elhanyagolható szempont.
Tehát nyilván arra gondolnak, hogy biztos helyen tudják a pénzüket, és jól gondolják. Tehát az elmúlt évek, évtizedek tapasztalata azt bizonyítja, hogy az igazán kvalitásos művek megvásárlásakor a pénz nagyon jó helyen van. Egy műtárgy a faladon, az tükrözi a kulturáltságodat, az életről való elképzeléseidet. Szóval az sugároz valamit. A sikertelenség az egyáltalán nem tántorít téged el. Nem. Az nagyon nem, az nagyon felidegesít. Nagyon, és nagyon felhúz, és nagyon doppingol. Azt mondanám, hogy nagyon doppingol. Emlékszel ilyen helyzetre, élethelyzetre az életedben? Hát nyilván voltak kevésbé sikeres aukcióink, volt olyan, amikor elkényelmesedtünk, mert annyira jól ment minden, és akkor azért voltak, hát nem azt mondom, hogy Titanic jellegű aukciók, de azért volt olyan, ami nagyon nagy csalódást okozott, és akkor már másnap. De mind a ketten ezt éreztük az Istvánnal, tehát másnap már azon gondolkodtunk, hogy mit rontottunk el. Az mit jelent, hogy valami nem sikerült? Tehát pénzügyileg nem érte úgy meg nektek? Hát akár pénzügyileg, akár nem fordítottunk igazán nagy gondot nyilván arra, hogy az anyagot nagyon megszűrjük, mert azt gondoltuk, hogy mindenre van vevő, mint ahogy tényleg mindenre volt vevő egy jó darabig, de aztán kiderült, hogy mégsem. Tehát át kellett az egész koncepciót gondolni. És amikor valamire nem volt vevő, az kudarc élmény volt. Hát az kudarc élmény, mert akkor valamit nem jól csináltunk. Ez egy ilyen kellemetlen szituáció, az egy rémes szituáció. És rémes. Akkor senki nem. Az rémes. Miközben azért azt elmondanám, hogy olyan aukcióról beszélek most, ami mondjuk egy 75%-os eladást jelent. Ja, neked már a 75%? Most a 75%-on meg vagyunk rökönyödve, és el vagyunk keseredve. Miközben bármelyik nagy árverezőházba elmész a világon, New Yorktól Londonig, ha ott a 60-70%-ot elérik, akkor tűzijátékot gyújtanak. És akkor te miért dőlsz a kardodba? Mert itthon nem ehhez voltunk szokva. Ó, de hát nem lehet mindig, nem szárnyalhat. Én is mindig ezt mondom, hogy amikor fanyalognak, hogy nem lehet mindig csúcson lenni és csúcsra járatni valamit. El kell fogadni, hogy most átmenetileg a piac ilyen. Ma most is ezt a korszakot éljük szerinted? Most karácsonykor volt egyébként egy olyan árverésünk, ami hát számszakilag az egyik legjobb aukciónk volt, és ennek ellenére a képeknek hát a 20%-a megmaradt. És mindenki nekünk támad, hogy ez hogy történhet meg. Hát úgy történhet meg, hogy van ilyen a piacon. Túl sok aukció volt esetleg. Uh-huh. Túl sok kép volt a piacon. Valószínűleg ez is az oka volt. De én azt látom, hogy mert ennyi év tapasztalattal a hátam mögött azért már ezt tudod kezelni. Nem. Persze, hát én nem estem tehát, kétségbe. Hiába esnek ők kétségbe, ha te nem. Tehát, hogy lehet, hogy azt vágyak tőle. Én abszolút nem estem kétségbe, ezt tudomásul kell venni. Hát persze. Nincs olyan, hogy valakinek az üzlete az mindig a, nem tudom én, csillagos ötös fölé teljesít. Uh-huh. De nagyon jó aukció volt. Tehát azért 140 millióért adtunk el egy Vasszarik képet, a Dunakorzót. 190 millió forintért egy Ripőrónai képet. Tehát életmű csúcsok voltak, fantasztikus leütések voltak, jó hangulat volt. Igen, megmaradtak képek, de hát nagyon lényegesnek tartjuk, hogy átlátható legyen az aukciós piac, tehát ha nem megy el, akkor nem ment el, tudomásul kell venni. Szerinted a sikeres embereknek van egy közös ismérvük? Hát szerintem az biztos, hogy benne van, hogy nem szabad megtorpanni, és nem szabad feladni akkor sem, amikor éppen nem sikerül. És ezt el tudtad mondani magadnak akkor, amikor éppen mélyponton voltál? Hogy abszolút. Nem így fogalmaztam meg, hogy a sikeres ember az, akinek most föl kell állni, persze. Hanem egyszerűen bosszant az, hogyha valamit nem tudok megcsinálni, vagy rosszul csinálok, és abból szeretnék kijönni jól. Nagymamám. És az hogy kerül ide? Nem tudom. Megőrülök, megvadulok. Tudom, én is szoktam. Megőrülök, megvadulok. Idegbe vagyok, igen. Mit hoztál tőlük? Hát ezt. Uh-huh. Mit tanultál? Német nevelőnő, francia nevelőnő, ezt. És akkor... Nyelveket. Gyere! Anita, ne bújj el a kamera elől. Sok érdek.
Pont jött egy kép. Ez azt jelenti, hogy behoznak valamit? Most bejött egy kép, igen. Igen, igen, igen. Hatvan is években bárban igen. Vásároltak. Hát odan van persze. Látom. Hát szerintem inkább hagyjuk, nem? Uh-huh. Te is azt gondolod, nem hogy erős. Nem annyira erős, úgyhogy ezt inkább nem. Ezt nem tudjuk fölvenni aukcióba, mert ez nem a mi profilunk. Ó, értem. De akkor a másik mert visszatérve azokra a kérdésekre, hogy a galéria mitől működik úgy, ahogy működik, hogy nagyon-nagyon megválogatjuk az anyagot. Tehát nem csak az eredetiségi szempont, hanem a minőségi szempont szerint is. Mit hozol a szülőktől, a nagyszülőktől? Hát nagyon határozott polgári értékeket, mondhatni nagypolgári értékeket, nagyon vagyonos és módos emberek voltak, ami természetesen szétporlatt a történelem folyamán, de nyelvtudást, műveltséget, olvasottságot, könyvtárt, irodalmat, zenét, hát ezeket így együtt. Abban a szerencsés helyzetben valóban voltam, hogy akkor tudtam már külföldre utazni, amikor ez még olyan nagyon nem volt megengedett, ugye, mert hát az embereknek nem volt útlevele, de én már gimnazista koromban eljutottam Franciaországba, és ez mindez egy családi rokonság révén sikerült, tehát amikor még úgynevezett látogató útleveleket lehetett kérni, és viszonylag hamar kijutottam, és onnantól kezdve pedig ugye minden eldőlt. Tehát amikor én Párizsba vetehettem a lábamat, és ott lehettem a Louvre-ba, és végignézhettem az összes fantasztikus épületet és ennek történetét, akkor már teljesen egyértelmű volt, hogy én valami ilyesmi felé fogok elmenni. A rendszerváltás környékén mindenki számára adott volt ez a lehetőség, hogy ki mozduljon onnan, ahonnan éppen van. Én akkor ugye egy múzeumban voltam, a Kisfeli Múzeumban. Ez mindenki számára megvolt ez a lehetőség. Nyilván kell hozzá nagyon nagy adag szerencse, véletlen, de hát kell egy fajta mélyvízbeugrás képesség is. Uh-huh. Igen. Vagy vakmerőség, vagy felelőtlenség, mondjuk azt. Oh, pedig belőled ezt lehet. Nem nézném ki a felelőtlenség. Hát az is benne lehetett, a felelőtlenség is, mert ugye a biztosat otthagyni három gyerekkel, azért most így utólag visszagondolva nem biztos, hogy annyira felelősségteljes döntés volt, de hát beigazolódott az évek folyamán, de hát ez is kellett hozzá. Az első munkahelyem a múzeum után az egyik első magángaléria volt az országban. Tehát amikor arról beszéltünk, hogy én a kezdeteknél ott voltam, akkor azért voltam ott a kezdeteknél, mert az első nem állami árverést azt mi rendeztük 88-ban. Tehát ti szabtátok a határokat? Hát lemásoltuk, amit a bizományi csinál, mert jobb más nem jutott eszünkbe. Igen. Az árakat is, ahogy jól hát olvastam. Mindent. Egy az egybe lemásoltuk. Ugye hát a nagy kérdés az volt, hogy ki fog árverezni, és akkor jött a képbe ez a bizonyos francia árverező, a Jean-Claude Anaf, akinek Lyonban volt árverezőháza, és ő jött ide Magyarországra, mert ügyfelünk volt a galériában, és magyar képeket vásárolt elég sokat. És hát ő tanított meg gyakorlatilag. Tehát az volt a felajánlása, hogy megcsinálja franciául, levezeti a mi első árveréseinket, és akkor nyilván én voltam a szinkron tolmácsa, hiszen én tudtam franciául. De minden, amit honnan szívtad magadba azt a fajta tudást, információt? Információkat, tudást, know-how-t, hogy kell, és akkor elmentem hozzá Lyonba. Amit ő ott Lyonba mutatott nekem, az minden volt, csak nem az, amit itt mi csináltunk. Igen. Ja, le akartam fotózni. Ez egy nagyon beszédes kép, ez egy Munkácsi Mihály Fasor című alkotása, amit majd mindjárt meg is nézünk. És ezen a különféle kiállítási raglapok és etikettek vannak. Én a Nemzeti Szalonban megnézem, hogy melyik kiállításon volt, és meg tudom mondani, hogy hányban volt kiállítva ez a festmény. Ennek a etikettnek az alapján ezt meg lehet találni. Itt van maga a Kolpahi fasor, gyönyörű szignóval, Munkácsi, és itt is megvan például az, hogy pontosan tudod, hogy kik a Munkácsi gyűjtők, és hogy kik azok, akik harcolnának érte, akiknek persze, hát ismerjük a gyűjtőket természetesen. Ez már volt egyébként egyszer árverésen, de most újra piacra került. Kik azok a festők, és mi lehetett az ismérvük, ami alapján ők sikeressé válhattak? És ne úgy, tehát hogy életükben, mert hogy nagyon sok olyat lehetett hallani egyéb iránt, akik már meghaltak, és ugye utána értékelődött föl az életművük, de hogy van olyan festő, akit érték
értékeltek? Mert hogy hát a mai általában napig... az a jellemző, hogy haláluk után válnak igazán halhatatlanná és nagyra értékelté, de speciál pont a Munkácsi saját életében is egy nagyon sikeres festő volt, vagy a Ripley-Ronai, vagy a Vasari. Ez egyébként egy kiállított tér, ami jelen pillanatban munka felület és munka terület. Jelen pillanatban ugye leltározás folyik, és a galériában lévő képeknek a lajstromba vétele, és hát itt dolgozzuk fel tulajdonképpen a képeket. Nagyon ingadozó is tud lenni egy életmű. Ezzel azért persze vannak kivételek, mert tudok olyan magyar festőket mondani, akiknek bármihez nyúlt és bármihez fogott, a színvonal az semennyit sem változott. Ki volt ilyen? Hát például Vasari János, Vasari. Például Mennyánszky László, például Ripley-Ronai József, hogy egyszerűen akármikor bármit festettek, az mindig abszolút a legkiemelkedőbb és legfantasztikusabb kép. Tehát nem csak. Igen. Azért nem ugyanannyi az értéke, mert a gyűjtőtársadalom nem azt keresi, tehát a piac nem pont azt keresi, mert az ízlések változnak, változik a közízlés, változik az, hogy például most nem a finom hiperrealizmus gyűjtik, hanem a 20. század elejének a vad, lángoló színekkel megfestett képeit. Ez függ egyébként például a marketingjétől valakinek, hogy kinek függ a marketingtől. Mert lehet, hogy az illető tehetséges és baromi jól festés, de ha nem olyan a marketingje, akkor a kritikusok. Hát ez a kortárs piac, amiről most beszélsz, igen. És az egy sokkal bonyolultabb és nehezebb piac, és az nem is a mi kifejezett szakterületünk, de nyilván nagyon sokat számít a marketing, de ha valaki nem elég tehetséges, és nem rak le minőségi életművet vagy festményeket, akkor hiába a marketing. Azok a legdrágább képek, amelyek most leszámítva a Csontvári Munkácsi, Gulácsi nagy triumvirátusról, ami egy magyar gyűjtőnek mindig az etalon és a mítosz lesz, de hogy mondjuk egy Czóbel Bélát hoznám példának, hogy azok a képei, vagy egy Tihanyi Lajost, amelyeket a század elő Párizsában festettek akkor, amikor Párizsban volt a művészeti élet központja, és minden onnan indult ki, és minden festő Európából Párizsba csoportosult, mert ott volt a festészeti forradalom, amikor ők ott kint Párizsban ugyanakkor azt festették, mint a Matisse vagy a Braque, akkor azok a képei itthon is sokkal többet érnek. És amikor mondjuk hazajön a Czóbel Béla, ő folyamatosan Párizsban és Budapest között ingázott. De mondjuk a Szentendrére? A Szentendre hazajött és hazaközött Szentendrére, és a II. Világháború után a Szentendrén festett, az egy teljesen más típusú festészet, soha nem fog annyit érni, mint azok a képei, amelyeket Párizsban készített. Egy Tóth Menyhért, ez ugye egy nagyon jó skuráns tengerpartos vasari kép. Az ember azt gondolom, hogy én azt gondoltam, hogy tudod, ez is az a történet, amikor ilyen mindenki kesztyűbe fogdossa a képeket, és így nem érhet hozzá. Ja, hát az akción igen, de egyébként nem. Hogy ti a vasfüggöny mögül indultatok, szerintetek az előnyt jelentett, hátrányt jelentett egyébként? A piacon, a műkereskedelmi piacon? Hát szerintem egy ideig nagyon nagy előnyt jelentett, mert nagyon izgalmas országnak számítottunk, nagyon nyilván borzolta a külföldi gyűjtőinknek a kedélyét, és izgatta őket, hogy itt mi történik, tehát érezhetően sokkal több olyan vásárlás volt, ami annak köszönhető, hogy ez egy izgalmas és érdekes ország. Zárt világ volt leginkább. Hát nagyon sok külföldi gyűjtő volt a piacon, akiknek volt egy általános művészettörténeti tudás a korszakokról, festőkről, tehát amit a nyugati piacon megtanult. És megkereste a paralel festőket a magyar festészetben, ugye, akiket akkor fillérekért lehetett vásárolni, és hogy azokban a Vasariba, Ripleybe, Kádárba, Sejberbe vásároltak bele, ugye, és azt pontosan és jól érezték, hogy ezeknek az ára 10 év alatt ugrásszerűen megnövekedett. Tehát ezek a külföldi gyűjtők, akik egy teljesen más szemüvegen nézték a magyar festészetet, sokkal több pénzük volt, mint a magyar gyűjtőknek, az első korszaknak a meghatározó vásárlói, szereplői. És azt hogy tudtátok elérni egyébként, hogy
Tehát a hitel. Az, hogy ennyire hiteles tudjon maradni egy cég, egy név, egy brand, az minek köszönhető? Hát nyilván a szakértelem az az első. Alaposság, felelősségvállalás. Nálunk mielőtt valami árverésre kerül, vagy eladásra kerül, nagyon sok szűrőn megy át. Tehát nyilván nem elég a mi saját szakértelmünk, nyilván sok esetben elég lenne, de ennek ellenére mi egy nagyon biztonsági játékot játszunk ezen a téren. Tehát ha bármi kérdés felmerül, akkor soha nem szégyeltünk más szakembert megkérdezni, hogy mondja el a véleményét, akár restaurátort, akár egy olyan gyűjtőt, akinek ez a szakterülete vagy a gyűjteményének az alapja mondjuk az a festő, akit éppen vizsgálunk. Óhatatlan, hogy találkozzunk a hamisítványokkal nyilván, hiszen sok van belőlük, de ami nagyon-nagyon fontos szerintem az, hogy az ember felelősséget vállaljon azért, amit eladott. Tehát ez azt jelenti, hogy mi erkölcsi és anyagi felelősséget vállalunk minden általunk eladott darabért. Igen, tehát ugye ezt rejtettem el elmondani az első kató és az első aukciózott szerepet, és először a Virág Judit galériában, hogy mi garanciát vállalunk, eredetiség garanciát, valami vagy 100%-os, vagy nem az. Nincs 98%-os kép. Hát ezt szoktuk mondani, hogy itt egyszer lehet tévedni gyakorlatilag, és vége az ember hírnevének, renoméjának. Tehát az a nagyon fontos szerintem, hogy mi, még ha tévednénk is, itt állunk. Foglalkoztatok bármikor is a konkurenciával? Szerintem elmondható, hogy egy nagyon korrekt, kollegiális viszonyban vagyunk a konkurenciánkkal, Tamással. De akkor csak ő lehet? Nem, hát nagyon sok jó galéria van, hát jó árverező házak vannak, hát Bizományinak is, hát azért Nagyházinak. Mondjál, hadd mondjam azt, hogy foglalkozom a konkurencia velünk. Ja, én ilyet nem mondanék. Ez a különbség, látod? Tisztult a műkereskedem, tehát amíg volt 10 vagy 12 aukciós ház, és utána próbálkoztak még 6-an vagy 8-an, tehát ez a történet leszűkült egy 5-6 cégre, egy 4-5-6 nagyon jó galériára, és tehát ezek a cégek, akik kivívták maguknak azt a rangot, azt a magabiztosságot, azt az elfogadottságot, amivel fent tudtak maradni a piacon, és ez a piac ilyen értelemben megbízható módon működik. De mindig felfelé ívelt ez a pálya? Soha nem volt olyan, hogy amikor így összeomlik a rendszer, és akkor újra kell építeni? Hát dehogy nem. Hát voltak kudarcos pillanatok, hát periódusok. Az első három évet elmondtam, amikor gyakorlatilag minden infrastruktúra nélkül akcióztunk. Ugye mi valójában az infrastruktúra 2001-2002-ben ért utol minket, az 4 évvel a kezdet után, amikor már itt volt ez a galéria, a négyzetméterek, a kiállítási lehetőség, ugye ez egy kegyetlen, kemény korszak volt. Utána ugye volt az a magyar műkereskedelmi hőskora 2008-9-ig, ugye a nagy válságig, és utána az óriási zuhanás, egy 30-40%-os árzuhanás, utána ezen a nagyon lukratív szinten zajlott a műkereskedelem 3-4 évig. De kitartottunk, és csináltuk az árveréseket. Csináltuk, nagyon-nagyon nehéz körülmények. Pedig sok köszönet nem volt benne. Mit jelent? Hát, hogy nagyon nehéz volt eladni. Hát mondok egy nagyon egyszerű dolgot. 2007 karácsonyán volt egy 1 milliárd 200 milliós aukciónk. 1 milliárd 200 millió volt a forgalom. Egy aukción, és utána 2009-től kezdve 250.000-300.000 millió forintos aukció. 13-ban jött az olyan szerencsés történet, a Csontvári rekord, ami ma is 240 millió a legdrágább magyar kép. Onnan indult el a piac fölfelé, és most lehet mondani, hogy most értük utol a 2008-as csúcsot, tehát most vagyunk megint azon a szinten, mint 2008-ban voltunk. Ja, pont eltakarod ezt a festményt, várjál, ezt csak azt akartam mutatni, hogy erre a kollégám azt mondta, hogy jaj, hát ez egy úgyis egy üres kép, azt mondja, akkor gyors felveszem. Ez egy klimt. Ez egy klimt? Igen. De semmi... Az egy síle, úgyhogy ezek nem olyan rossz dolgok. Az egy klimt. Kevés olyan embert láttok, akinek a
dolgozó szobájában így hemzsegnének. Most az előbb itt láttam, ja, hogy, hát, igen, hogy hát, Riprónaitől kezdve igen, hát itt rengeteg, Kádár Béláig. Rengeteg pénz van itt a falakon is. Két munkács sejben. Hát ezek mind nagyon... Milyen értékű festmények ezek? Tehát, hogy... Itt a galériában szerintem a hasamlőtők ez több mint fél milliárd, inkább több, ami itt van. Tehát ezek a képek. Van egy vaszari, ez 50, az is 50, a Reigli az 70, ez egy Nadler, ez 20, a Schiele az nyilván 100 millió felett ér. Van, ami a saját tulajdonunk, van, ami bizomány, van alkalmi megbízás, van aukciós kép, amit átvettünk és előfelkészítünk az árverésre. A biztonság azt a saját áru jelenti. Jó, ez borzasztó nagy költség, nem? Tehát ez milyen kerettel hát, dolgoztok? Lehet egy ilyen kérdés? Hát ugye ezek azért érzékeny dolgok. Tehát mondjuk ez az ingatlan 1 milliárd forintot ér, amiben mi dolgozunk. Ugye? Tehát, hogy a téli aukciónk a forgalma meghaladta az 1 milliárd forintot. Tehát, hogy ezért most az nem arra a kérdésre válaszok, amit feltettél. Igen, de értem, hogy de egyébként úgy van, hogy az eladónál van 10%-a és a vevőtől 20%? Igen, hogy igen. Ugyan így van a haszon igen, nálatok. Igen. Aha, így működik. És az állam a kétharmados tulajdonosunk. Már hogy az adó. Kiadsz egy festményre 50 vagy 100 millió forintot, akkor mi dönt? Bármit megveszünk, amit érdemes megvenni, az lehet egy 50 ezer, egy 200 ezer, egy több milliós, vagy több 10 milliós festmény. Tehát a kérdés az, hogy a festmény minősége megvan-e, hogy ez valamilyen szinten fontos-e a cégnek, előre viszi a céget, tudunk-e rajta hasznot képezni, uh-huh. és hogy van valamilyen kurenciája a festménynek, tehát hogy biztos, hogy el tudjuk adni. Mi, ha látunk egy képet, azt rögtön leképezzük vevőkre. Tehát, hogy erre a kérdés, az első kérdés, hogy erre ki a vevő, igen. És mennyiért, ugye? Tehát ez a mi fejünkben van ez a ez tehát a mert egy fix körrel dolgoztok nagyjából. És tudjuk, uh-huh. hogy ki mit szeretne vásárolni, mi érdekli őt, mi az, ami hiányzik a gyűjteményekre lebontva, mi az, ami hiányzik a gyűjteményéből, mi az, amit évek óta kér, hogy szerezzünk meg neki, és nyilván látunk egy ilyen képet, és ha elfogadható az ára, akkor azt meg fogjuk vásárolni. Tehát a Judit bizományos párti, tehát no risk, vegyük át aukciósból, semmi baj nem lehet, úgyis keresünk rajta egy kis pénzt, mínusz kétharmad állam. Én meg vásárláspárti vagyok. Tehát én akkor érzem magam jól, hogyha semmilyen szinten nem vagyok kiszolgáltatva a piacnak. De mondjuk, ha én azt mondom, hogy ezt szerintem meg kell venni, még ha kockázatos, azért azt a Judit elfogadja. Nagyon ritka eset, 3 évenként egyszer, hogy ő valamire azt mondja, hogy ez egy jó kép, akkor azt nekem meg kell venni. De ez nagyon ritka eset. Minden döntés egyedi döntés. Tehát azt mondta, hogy nekem van ez a képem, és én ezt eladásra kínálom, akkor itt te mondasz egy árat, azt itt nekem el kell dönteni, hogy én annyira megveszem, vagy nem veszem. És az, hogy nekem mondjuk 3 percen belül döntést kell hozni, ebben igenis benne van a hibázási lehetőség. Tehát... Mire hagyatkozol akkor abban a 3 percben? Hát a tudásomra és az ösztöneimre. Aki nem megy el vadászni, az nem ejt vadat, tehát ha én nem vásárolok, akkor a cég nem működik, és a cég nem tud pénzt csinálni. Itt arról van szó, hogy a konkurencia lehelete itt van a tarkónkon. Tehát ha én nem veszem, tehát arra gondolok, hogy ha én nem veszem meg, akkor megveszi más. Óhatatlanul minden afelé mozdít, hogy vásároljál, szerezz árut. Ez ördögi kör. Ördögi kör, és ebben benne van a hiba, tehát, de olyanra én nem emlékszem, hogy valamit nem tudtunk volna eladni. Vagy hogy nagyon mínuszba szálltatok volna ki belőle? Nem, ez nem számít. Tehát ja. Amikor csinálsz egy 1 milliárdos aukciót, és abban van egy saját képed ad abszurdon, aminek buksz 2 millió forint, ez teljesen indiferens. Tehát ha csináltál 120 millió forint hasznot, persze. Ez belefér. Ja. A mi galériánknak is, a magyar műkeresnek van egy nemzetközi tekintélye,
pontosan azért, mert nagyon sok magyar kép van külföldön, és kerül külföldi árverezésre. Ugye ehhez nekik szükségük van a mi szakértelmünkre. Tehát az, hogy berakjanak árverésre egy Vasarit, egy Kádárt, egy Sejbert, ahhoz nekik norma kontrollra van szükség. Ugye, és ezért vagyunk jó viszonyban a nagy amerikai és magyar aukciós házakkal, mert tőlünk kérnek ilyen esetben szakvéleményt. Van olyan kedvenc, ami szerelem, és biztos, hogy nem válsz meg tőle? Jó, gondolom, nem itt kell keresni, ne, de biztos. Hát ugye azt nagyjából mindenki tudja rólunk, hogy mint kereskedők a háttérben műgyűjteményt építettünk. Uh-huh. És ugye ezek a képek otthon vannak, a falon vagy raktárban, tehát nekünk van egy viszonylag a magyar viszonyban jelentős kép és zsolnai gyűjteményünk, amit nagyon határozottan próbálunk szegmentálni a galériában lévő saját képeinktől, tehát amiket kereskedelmi céllal vásárolunk. Meg hát ezek között szerettek élni akkor, tehát hogy... Hát ezek között élünk, igen. Jó, mindjárt. Gyere Fanny! Nem, meleg. Ha valakinek van három lánya, akkor nagyon fontosnak tartja azt, hogy a női esélyegyenlőség az megvalósuljon, és hogy ugyanolyan esélyük legyenek a nőknek, mint amilyenek a férfiaknak. Tehát... És ahogy haladunk előre az időben, ezt egyre fontosabbnak érzem, mert nem az a benyomásom, hogy ez a helyzet javulna, inkább stagnál vagy romlik. Volt, aki javasolta neked, hogy ebben a szakmában nőként felejtsd el. Hát ezt maga az ANAF úr javasolta az első árverésünk után, amikor emlékszem, volt egy vacsora az árverés után, és én tényleg azt éreztem, hogy ez az én pályám és ez az én jövőm. Akkor rögtön mondta, hogy ez nem nőnek való, de hát miért nem azóta egyébként rengeteg női árverező van szerte a világon. Ez lehetett egy ilyen felhajtó erő is, már csak azért is nem. Nem is értettem, hogy miért mondja őszintén szólva. Egyébként egy fantasztikus árverező volt, szóval azt nem is lehetett volna se leutánozni, se megtanulni. Uh-huh. Tehát egy akkora színjátékot és show műsort rendezett, amit én például nem tudok. Vannak ilyen árverezők, akik táncolnak, tornamutatványokat végeznek, poénkodnak. Nyilván attól is függ, hogy az ember mit árverezik, mert amikor 240 millió forintért az ember leüt egy csontvárit, ott akkor nem bohockodhat. Szóval ott akkor a számok vannak, a műtárgy van, és a komolyság van, és a csend, visszafojtott lélegzet. Ha sokan licitálnak, Fánika, hagyjál beszélgetni. Iszti van, Fanny. Amikor sokan licitálnak, akkor peregnek a licitek, akkor nagyon gyorsan kell, akkor darálom. Uh-huh. De mikor elérünk egy bizonyos összeget, akkor aztán nem lehet darálni, nem csak azért nem, mert a licitek sem úgy bújnak ki a közönség soraiból, hogy gyorsan fölteszik a tárcsát. Hát amikor 20 millióval ugrik egy licit, akkor nyilván elgondolkodik az illető. Tehát akkor én is lelassulok, visszafogom, halkabban mondom, lassabban mondom. Tényleg én is szinte visszafolytom a lélegzetemet. És amikor aztán megszületik a leütés, tehát amikor kimondom az utolsó összeget, és látom, hogy tényleg senki nincs, akkor azért ordítok egyet. Ó, az a legjobb. Igen, tehát akkor egy nagyot. Azzal, hogy senki többet harmadszor, azért ez így ezzel álmodsz. A aukció után persze egész éjjel árverezek. Igen, egész éjjel mondom a számokat. Nagyon-nagyon igénybe veszi az embert fizikailag és pszichésen is. Tehát sikeres nőnek nehezebb lenni, mint sikeres férfinek? Én ezt nem érzem magamon, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy sikeres előadó művészek közül a nők vagy a férfiak boldogabbak-e, vagy jobban meg tudják-e a magánéletüket oldani, hogy ki az, akinek ez jobban megy, akkor én azt mondanám, hogy a nőknek itt nehezebb. Uh-huh. Tehát nagyon sok férfi szerintem nehezen viseli el, hogyha a társa, a felesége, a párja sikeresebb, mint ő. Ó, és ez nálad hogy volt az életben? Én nekem ez sohasem ilyen problémát nem jelentett. Az első párodnál sem? Akkor a múzeológusként az... Ja, nem volt egy ilyen nagy sikerkarrier? Nem volt egy nagy sikerkarrier. Tehát a sikerkarrier az akkor indult, adatott meg, amikor mi az Istvánnal megismerkedtünk, és létrehoztuk ezt a céget. Ha változhat a közízlés, mert hogyha elnézem a mostani fiatalokat, így egyébként... Már bocsánat, de lehet, hogy nem nézem ki belőlük azt, hogy ők csontvári gyűjtők legyenek, vagy munkácsi gyűjtők, de lehet, hogy rosszul látom. Nem, nagyon-nagyon jól látod.
De pont ez az egyik pillér, amin mi most haladunk, hogy azt vettük észre, hogy ez a generáció, meg a 40-esek generációja, talán már az 50-esek generációja, és inkább halad a modernitás felé. Uh-huh. Tehát kell a kortárssal foglalkozni, a klasszikus kortárssal, el kell indulni ebbe az irányba is. Azért azt is tudni kell, hogy azok a gyűjtemények, amelyek most keletkeztek az elmúlt 15-20 évben, ezek nagyon-nagyon komoly gyűjtemények, és egy jó darabig innen nem fognak kijönni festmények. Tehát teljesen átrendeződött a műtárgypiac gyűjtői szempontból is. Tehát amikor a rendszerváltás előtti nagy gyűjteményekről beszélünk, akkor ott főleg orvosok, kisiparosok, ügyvédek, színészek gyűjtöttek, akik megengedhették maguknak amúgy elég alacsony áron mozgó műtárgypiacon a képek vásárlását. Uh-huh. A rendszerváltás után viszont azok az emberek, akik a rendszerváltás előtt gyűjtöttek, már nem vevői pozícióba kerültek, hanem eladó pozícióba. Tehát ezek a gyűjtemények átcsoportosultak, teljesen új, nagy, kiemelkedő gyűjteményekbe, amelyek most nyilván néhány évtizedig nem fognak mozogni. És mire mondjuk abból a gyűjteményből, ahol most van a Csontváry, vagy a 190 milliós Ripül-Rónai, vagy Gulácsi eladó sorba kerülnek, akkor megint felnő egy olyan generáció, akinek ez lesz a fontos. És ezt a kérdést sokszor megkapom, hogy, illetve ezt a kijelentést, hogy van pénze, és össze-vissza vásárol, és nem tudja, hogy mit. Na most ez nagyon nem igaz. Tehát aki komoly pénzeket ad ki egy-egy műtárgyért, az pontosan tudja, hogy mit vesz. Soha nem úgy vesz, hogy megérkezik a galériába, és elkezdi a pénzét szórni, és gondolkodás nélkül azt veszi, ami drága. Nem volt egy ilyen? Nem. Mert ha nem ért hozzá, akkor egy szakember, szakértő gyűjtővel jön, uh-huh. vagy egy szakértő tanácsadóval, vagy egy olyan művészettörténészt alkalmazza, aki segíti a gyűjtemény építését. De név nélkül természetesen, de bizonyára tudod, hogy milyen gyűjtők vannak, tehát milyen értékű gyűjtemény. Hát természetesen ismerjük a gyűjtőket, hiszen napi kapcsolat. De személyes, aha. és bizalmi kapcsolatban vagyunk a gyűjtőkkel, ez ugye nagyon fontos. Nagyon nagy értékű gyűjtemények vannak, de nem csak itthon, tehát New Yorkba és Sydneybe és Londonba és Zürichbe egyaránt. Nagyon sok külföldi kezdett el gyűjteni, akinek semmi köze Magyarországhoz nincs, csak egyszerűen azt látta a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, hogy itt olyan minőségi műtárgyakat lehet vásárolni sokkal, de sokkal olcsóbban, mint mondjuk Párizsban vagy Londonban. Neked van még valami, amit így nagyon szeretnél? Alig várod, hogy azt ott leüsd? Hát többet leütni már nem fogok. Ja, mert mondtad, hogy tényleg. Hát szerintem az mindenkinek egy őrült nagy élmény, hogy egy aukciós rekordot érjen el. Tehát egy aukciós rekord megszületése és annak a leütése, az szerintem minden árverezőnek a vágya. Uh-huh. És ez megtörtént többször is. Olyan is veszek egy farmert, egy pulóvert. Jó. Amikor ezt visszük magunkkal? Majd és valaki, iszunk? Majd valahova. Figyelj, Zsibert, megkérhetlek arra, hogy berakod a hát a... És akkor bele... Ja? Hát is elköpődj kapucniba. Kapucniba szoktam én. Igen, és de nem, akkor ezt is rak már bele, most kettő van. De most tényleg ott tartjuk a... Én is ott tartom a sapkámat. Csók már le. Tehát egyszerűen úgy sem, hogy lóbálnád a kezedet. Igen, pont fordítva. Tehát amikor ez a láb van elől... Aha. Ellentétesen. Így, igen. Hát minden reggel így kezdek. Tényleg? Igen, hát a kutyával muszáj. Ó! És ez egy fantasztikus, jó karbantartó mozgás egyfelől, másfelől meg egyedül lenni egy erdőben, az olyan, mint egy meditáció. Hát arra szüksége is van az embernek szerintem, hogy néha elmeneküljön így a minden elől, nem? Ah, igen. Egy dolgot. Igen. Igen? Kicsit lassabb. Ja? Igen. Figyelj, Judit, az egy olyan tempót diktál minden szempontból, mindig. Belőled azért nem néztem volna ki, hogy csempész is vagy. Jó, hát mire utaltál te most? Műkincs csempész. Hát ez rendszerváltás környékén után volt, amikor még
talán már nem volt éppen Jugoszlávia. És onnan hoztam zsolnaikat, és azt nyilvánvalóan, hogy engedéllyel nem lehetett volna áthozni. Úgyhogy kénytelen voltam különféle bőröndökbe elrejteni, és úgy áthozni egy igen tekintélyes zsolnai kollekciót. Újvidékről. Tehát Újvidék. Aha. Sok ilyen utad volt? Vagy amikor ilyen rizikót vállaltál, vagy kockázatot vállaltál? Nem, azért nem. Nem mertél? Nem. Aha. Nem, hát óvatos és biztonsági játékos vagyok, mint tudjuk. Kihalászod a... Kihaláztam a sajátomat. Csak így el belőle. Mangó és papaja, én imádom a mangót. Tényleg? Imádom. Na, tegyel az gyümölcsöm. Mit hoztam neked? Akkor most ebből iszunk egyet. Hajrá. Egészség. Akkor annyira hűtött a tárgyak utáni vágy, és olyan izgalomban voltam, hogy milyen mesés darabokra leltem Újvidéken, hogy az nem volt kérdés, hogy ezt haza fogom hozni, bármi áron is. Tudod? Megtettem. Aha. Tudod az ember ebben a szakmában elszállni? Persze. Minden ember el tud szállni, teljesen mindegy, hogy milyen szakmában van. Amikor túlzott biztonságban érzi magát, és úgy érzi, hogy mindent megtehet, amit egyébként nem. Tehát amikor arról kérdeztél, hogy milyen volt a családi háttér, akkor szerintem nagyon pontos értékeket kaptam, és nagyon pontos útravalót ilyen tekintetben, hogy az embernek legyen tartása, legyen erkölcse, tudja, hogy mit engedhet meg magának, meddig, mikor és hogy, tudjon távolságot tartani attól, amitől szeretne. Mitől szóval, szeretnél? Hogy elvek mentén éljen. Mitől szeretnél távolságot tartani? Nagyon sok mindentől, akár emberektől, akár jelenségektől, akár helyzetektől. És ez egyfajta szabadságot is ad az embernek. Az, hogy te független tudtál maradni, az annak köszönhető, hogy távol maradtál mindig a hatalomtól? Hát én abszolút mindig távol álltam mindenkitől, tehát ez egy óriási nagy adottsága a mi életünknek, és nagy szerencséje, hogy senkitől nem függünk, csak saját magunktól. Vannak olyan emberek, akik egy bizonyos szint után már azt mondják, hogy inkább csak nyaralni akarnak, és élvezni azt, amit megteremtettek maguknak. Te nem tudod elképzelni? Hát álmodozom róla, de elképzelni nem tudom. Mert a habitusodnál fogva? Hát a habitusomnál fogva sem, meg hát azért, mert mi tényleg létrehoztunk valamit. És most nem csak egy jól működő cégről van szó, hanem egy... Én azt remélem, hogy valamilyen értéket adtunk. Tehát azért a magyar műkereskedelemnek a megteremtésében azért alapvető szerepünk van. Tehát ezt az ember addig csinálja, amíg tudja. Az még szebb dolog, amikor az ember a megköszöni a részvételt, és az, hogy ilyen gyorsan, meg ilyen torokkal rendelkezésünkre állt el. És akkor én csak mindig annyit mondok, hogy a sikerekre kocintán fogad sok szeretettel tőlünk ezt a kis likör. Kocintsatok a további sikerekre. Köszönöm. Ez pedig csak egy ajándék tőlem. Köszönöm jó? Szépen. Nagyon szépen köszönöm neked. Ha azt kérdezem, hogy mi a jövő még, hogyha már... A jövő az, hogy ez így maradjon. Tehát ezt a színvonalat tudjuk tartani, így tudjon működni a galéria. Ilyen színvonalú aukciókat és kiállításokat tudjunk rendezni továbbra is. Először, másodszor, harmadszor. Leütöttem. Köszönöm. Köszönöm. Partnerünk a Mátyás keserű likőr forgalmazója a Kunság Szesz ZRT.